Szeretettel köszöntjük Önöket a Tarandusz kiadó könyvfesztiváli megrendezvényén. Szeretettel köszöntöm a vendégeinket. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Abból az alkalomból, hogy itt Önöket egy kicsit beavathatjuk Modiano világába. Köszöntöm a Francia Intézet igazgatóját, Örvér Szárás urat. Liptai Katalint, a Magyar Rádió munkatársát, aki a est folyamán a moderátorunk lesz. Takács M. József urat, a most kiadásra került Modiano kötet magyar fordítóját. És Fáber András urat, aki a francia tolmácsolásban lesz segítségünkre. Át is adnám a szót Katalinnak, hogy kezdjük meg ezt a beszélgetést, amit remélem, hogy mindannyian nagyon élvezni fognak. Én mindesetre készen állok erre. Köszönöm szépen! Én azért azt gondolom, hogy a mikrofon segítségét igénybe kell venni, mert van itt egy ilyen állandó alapzaja a könyvfesztiválnak, ami persze kedvező jele számunkra annak, hogy sokan jönnek el minden esztendőben, és most a 22-et ünnepeljük már. Magam részéről örömmel tölt el, hogy éppen egy ilyen estnek a moderátora lehetek. Hölgyeim és uraim, minden megjelent kedves vendéget szeretettel köszöntök itt a Szabó Magda teremben. A Tarandusz kiadó, a győri székhelyű Tarandusz kiadó és a Budapesti Francia Intézet közös rendezésében tartandó könyvpremiéren. Hogy el ne tévedj, ezt a címet viseli a napokban megjelent Patrick Modiano regény, és talán ez a mondat lehetne a mi összejövetelünk mottója is, hiszen úgy gondolom, azért jöttünk most itt össze, hogy a jövendőbeli olvasókat, az érdeklődőket egy kicsit kalauzoljuk, ismerőssé tegyük Patrick Modiano világában. Réti Attila igazgató úr, a Tarandusz kiadó vezetője már elmondta a vendégek nevét, de hát ismétlés a tudás anyja, úgyhogy jobbomon Takács M. József műfordító ül, aki ennek az új műnek a magyarítója, a balomon pedig Erdély Ferrázs, a Budapesti Francia Intézet igazgatója, aki egyszer s mint kulturális és együttműködési attasé is, hogy így mondjam. Mellette pedig Fáber András tolmács, fordító, irodalomtörténész, aki a francia nyelvnek és irodalomnak első számú ismerője szinte hazában. Talán a szinkron tolmácsolásban egyedül még az én volt kollégám Szomráki Béla veheti fel vele a versenyt. És végül pedig a szélén Réti Attilát köszöntöm szeretettel, aki egy egészen más szakmából ugrott egy nagy trambulinra és landolt végül a könyvkiadásban, és maga is írogató ember, és ezt a könyvek iránti szerelmét és vonzalmát nem is koronázhatta volna meg szebben az életében, mint az, azzal a ténnyel, hogy ő lett a Tarandusz könyvkiadó spiritus rektora. Minden esztendőben nagy várakozás előzi meg az irodalmi Nobel-díj kiosztását, mindig vannak jelöltek, várományosak, hát mi magyarok nem szoktunk erre fogadni, de Angliában még erre is fogadásokat tesznek, hogy vajon ki kapja az idén. És hát azt is meg kell mondani, hogy sajnos a kis nyelvek, a nemzeti irodalmai nagyon gyenge esélyekkel indulnak ebben a nagy világversenyben, hiszen itt mindent azt dönt el, hogy vannak-e megfelelő mennyiségű és minőségű műfordítások. De hát most nem rólunk magyarokról van szó, hanem a franciákról, akik egy világnyelven írnak, így nem csoda, hogy közülük már 14-en kaptak irodalmi Nobel-díjat. Modiano a 2014-es esztendőben kapta meg ezt a rangos elismerést. Maga is olyan rejtőzködő alkat, mint a regényének a hősei. Tehát nem vette a nyakába a nagyvilágot, és nem kezdett el utazgatni, hogy a népszerűség fényében sütkérezzék, hanem otthon ül és továbbra is ír. Úgyhogy távolétében tudjuk csak itt ünnepelni, de hát itt vannak mindazok, akik a legjobban értik az ő alkotásainak, művészetének a világát, tehát jó eséllyel tudunk egy kicsit ismerkedni ezzel az életművel. Hazánkban nem ismeretlen Patrick Modiano művészete, de azért eddig nem akadt még olyan könyvkiadó,
amelyik annyira felfigyelt volna a tehetségére, hogy egyenesen életmű kiadásra vállalkozott, méghozzá már a nevezetes Nobel-díj előtt. De ne szaladjunk ennyire előre, ez majd Réti Attila igazgató úr asztala lesz. Elsőként Ferrás direktor úrhoz szeretnék fordulni. Ön hol volt és mit csinált éppen, amikor a hírügynökségek világá kürtölték azt a hírt, hogy honfitársa Patrick Modiano az új irodalmi Nobel-díjas? Úgy gondolom, szívesen hallgatjuk franciául is, és aztán úgyis rögtön követi ezt a szinkrontolmácsolást, hiszen a közönségünk azért kétnyelvű, nem magyarok, beszélek. Magyarok, de ugye majd megtanul, szándékozik. Meg fog tanulni magyarul? Oui, j'apprends. Oui. Tanulok is. Akkor már jó úton haladunk. Lassan megy. Tessék akkor. Enfin, quand on a annoncé le prix Nobel, je crois que j'étais tout simplement à l'Institut français de Budapest et je crois que nous avions une réunion à ce moment-là. Amikor kiderült, hogy ő kapja a Nobel-díjat, akkor a francia, budapesti francia intézetben tartózkodtam, és éppen egy értekezleten vettem részt. Mit érez ilyenkor egy francia állampolgár, aki történetesen egy kulturális intézetet vezet? Tehát azt is lehet mondani rá, hogy hivatásos olvasó. Mint említettem, a franciák azért kicsit kitüntetett helyzetben vannak a Nobel-díj esélyesek között, de azért mégsem minden nap esik meg az ilyesmi. Hogyan fogadta ezt a hírt? À vrai dire, j'étais un peu surpris parce que comme nous avions eu un prix Nobel quelques années plus tôt avec Jean-Marie Gustave Le Clézio, je n'imaginais pas qu'il puisse y en avoir un autre dans un délai si rapproché. Ça c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'était un sentiment de grande joie et de grande fierté parce que autant je connais peu l'œuvre de Le Clézio, autant celle de Modiano m'est familière, et c'est sans doute une de mes œuvres dans la littérature française contemporaine que je préfère, d'où le fait que j'ose parler devant vous ce soir. Hát, eléggé meg voltam lepve, amikor kiderült 2014-ben, hogy Patrick Modiano az új irodalmi Nobel-díjas, már csak azért is, mert néhány évvel korábban egy másik francia író megkapta ugyanezt a rangos kitüntetést. 2008-ban kapta Gustave Le Clézio, ugye, aki ugyancsak idegenesen hangzó nevű francia író. Kapta meg ezt a kitüntetést, és hát nem számítottunk arra, hogy néhány évvel később egy másik francia író is meg fogja kapni, de természetesen nagy örömet és büszkeséget éreztem, amikor megtudtam. Ön mit olvasott ettől a szerzőtől? Van esetleg kedvenc műve tőle? Mennyire ismeri? Je pense que j'ai à peu près tout lu de Modiano, sauf les deux derniers livres, je pense. Et en fait, c'est un auteur qui a la particularité en France, et c'est pour ça que c'est un prix Nobel qui nous réjouit, d'être à la fois un très grand écrivain, je pense, et en même temps quelqu'un qui a su très vite trouver ses lecteurs et qui a donc de très nombreux lecteurs, ce qui est une alchimie assez difficile à réaliser, c'est-à-dire d'être à la fois très populaire et d'avoir une exigence littéraire très élevée. Úgy gondolom, hogy szinte az összes regényét, az összes művét olvastam már, talán az utolsó kettőnek a kivételével, és azért is nagyon örülök, hogy ő kapta ezt a rangos kitüntetést, mert ritka egybeesés az, hogy hát először is kiváló íróról van szó, nagyszerű íróról van szó, másrészt pedig ő nagyon hamar megtalálta a maga közönségét, tehát nem csak kitűnő író, hanem népszerű író is Modiano, és ez a kettő elég ritkán esik egybe. Ezt a legutóbbi könyvet most felmutatom, és kérdezem is az igazgató urat, hogy ez akkor azok közé tartozik, amelyeket még éppen nem ismer? Oui, exactement. Sont les deux derniers que je n'ai pas lu. Mais juste si je puis me permettre, comme vous m'avez posé la question sur les livres de Modiano que j'ai lus, en fait, il y a quelque chose de très particulier, c'est que quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup de littérature, mais je n'étais jamais vraiment entré dans l'univers de Modiano. Et le moment clé qui a fait que j'ai pu entrer dans ce livre
dans cette œuvre et le livre qui a été un peu la clé comme pour une serrure, c'est vraiment Dora Broder, parce que c'est le livre qui permet de comprendre, pour moi, toute l'œuvre de Modiano, parce qu'on comprend qu'elle est enracinée dans tous les événements liés à la Seconde Guerre mondiale et notamment à la persécution des Juifs en France. Et c'est comme ça que j'ai pu saisir toute l'ambition littéraire de Modiano, c'est vraiment à travers ce livre, et du coup ensuite j'ai pu lire tous les autres livres à cette lumière. Ha már itt tartunk, azért annyit hadd mondjak el, hogy igaz ugyan, hogy ezt a most ma este késő délután bemutatásra kerülő könyvét nem olvastam, de nagyon régi tisztelője vagyok Modianónak. Az első könyv, amit nagyon nagy örömmel és élvezettel, nagyra becsüléssel olvastam, az a Dora Broder. Kiegen Mojte Publionba, ami magyarul is megjelent, magyarul is kiadásra került. Azt mondja Ferázs úr, hogy, és idézem tovább, hogy ez tulajdonképpen emblematikus műve Modianónak, az én számomra is az volt. Ebben találkoztam először azzal az univerzummal, azzal a világegyetemmel, amely Modiano sajátja, és amelyben rettenetesen nagy szerepe van a II. Világháború eseményeinek, hogy konkrétabbak legyünk, a zsidóüldözésnek. És ezzel foglalkozik Modiano számos művében, és ez a könyv adta meg számomra a belépőjegyet, a belépési lehetőséget Modiano világába, és aztán még sok művét elolvastam később. Köszönjük szépen! Valóban ez az alapélmény, hogyha átformálva is, de mind a mai napig jelen van a más témájú regényekben is, hiszen azt is a zsigereinkben, a génjeinkben hordozzuk, amit esetleg nem magunk éltünk át, hanem a szüleink vagy a nagyszüleink keserves sorsa tanít emlékezni ezekre a szomorú időkre. Minden esetre hozzáteszem, hogy a modern 21. századi világnak szinte alapélményévé vált ez az identitásvesztés és identitáskeresés, ami a német fasizmus, a II. Világháború és Franciaország német megszállása alatt ebbe a történet magba, ebbe a köntösbe bújtatva jelent meg, de tulajdonképpen egy örök emberi motívum, ami ad abszurdum. Valósult meg ekkora történelmünkben. Én javaslom az igazgató úrnak, ez nyelvtanulásnak is kiváló lesz, hogy egyszerre olvassa a könyvet franciául is, meg magyarul is, mert erre most lehetőséget az ez a műfordítás, és itt büszkén állapítom meg, bár nem én vagyok a műfordító, de osztom az ő atyai büszkeségét gyermekével kapcsolatban, hogy szokatlanul gyorsan, nagyon hamar fordítódott le ez a mű magyarra, ami az életmű sorozat többi darabjára nem egészen ugyanígy áll, de ehhez valóban csak gratulálni lehet, hogy ennyire napra készen tudják a magyar olvasóknak ezt prezentálni. A következő percekben Réti Attilán a sor, aki a Tarandusz kiadó vezetőjeként már előbb rátalált Modianóra, mint ahogy a szerző a Nobel-díjat megkapta. Úgy tudom, hogy ez Rőrig Eszternek, a kiváló műfordítónak köszönhető, aki eddig már két Tarandusznál megjelent Modiano regénynek a fordítója, a Kis Bizsú és az Éjfű elhivatott magyar tolmácsolója. Érdekelne, és gondolom a közönség is szívesen hallgatná meg ennek a történetét. Hogyan történt ez a véletlen, de azt hiszem, hogy sorsszerű találkozás. Ossza meg velünk a történetet. Köszönöm szépen, ugye minden könyvnek megvan a maga sorsa, minden embernek is megvan a maga sorsa. Én nagyon örülök, hogy a terembe köszönhetem Rőrig Esztert, akit itt egy nagy méltatást kapott. Ezt egy pillanatra legyen kedves felállni, jó? Köszönjük szépen! Ugye Eszter fordított az életműsorozatnak az első két könyvét, a Kis Bizsút és az Éjfüvet, amit minden kedves vendégünknek ajánlok majd olvasás, mert gyönyörű szép mind a kettő. Ugye itt, ez egy magas szép irodalomban, nem tudom, hogy szabad ilyen szót használni, szép irodalomról, hogy magas, tehát ez azért nem paprikás tompi ez a könyv. Szabad nyugodtan, mert egyszer, mint mélyet is jelent ez esetben a magas. Amikor először találkoztam néhány oldallal a Kis Bizsúból, akkor én azt gondoltam, hogy ez tényleg nem paprikás tompi, hanem ez tényleg így a francia irodalom krémje, tehát ilyen
szarvasgombával ízesített libamáj körülbelül. És ilyenkor egy kiadó vezető ugye nagyon elgondolkodik, hogy az irodalmi gyémánt és majd a közönség találkozásából születik-e mondjuk egy 3000 példányos kiadvány. Ugye, mert ez alapvető kérdés ilyenkor. De engem megmondom őszintén, most már 3-4 év távlatában, mikor a Kisbisú első kéziratát, még nyers kéziratát olvastam, hogy annyira elvarázsolt az a világ, amiről itt már beszéltek előttem, hogy úgy gondoltam, hogy neki fogunk vágni, és azt a 2011-es regényét a Tarandusz fel fogja vállalni. Igazából a találkozás meg úgy történt, hogy én Esztert nem ismertem addig személyesen, meg ő sem ismert engem személyesen, de mivel egy irodalmi újságban jelentettünk meg ő műfordítást, én saját novellát, és ennek a Műhely című győri újságnak volt egy felolvasó estje itt Budapesten, és ezen az esten egymást váltottuk a pódiumon, majd utána én ugye beleszerettem a Kisbizsúba, Eszter belém szeretett, és ebből a találkozásból létrejött aztán egy néhány beszélgetés, és akkor végül is az lett az eredménye, hogy a tavalyi könyvfesztiválra meg tudott jelenni a Kisbizsú, és rögtön akkor lecsaptunk a következő művére is a szerzőnek, az Éjfűr, amit szintén Eszter vállalt, hogy egy francia ösztöndi program keretében megcsinálja a műfordítását, ez is elkészült, tehát tulajdonképpen mikor a Nobel-díj híre minket elért, akkor már az egyik regény ugye megjelent, a másik regény pedig már a kiadónál volt. Annyi történt csak, hogy ha bár az Éjfűvet most erre a könyvfesztiválra kívántuk először megjelentetni, de természetesen a Nobel-díj miatt előrehoztuk, és ezért az a könyv már tavaly decemberben megjelentettük, és ez a története nem a klasszikus módon került hozzánk a kézirat, tehát nem ügynökségen keresztül, hanem egy ilyen érdekes, furcsa egybeesés után. Ez egy sorsdöntő találkozás igen. volt. A szerelmi történetük majdnem annyira bonyolult, mint amilyenek a Modigliano könyvekben is az emberi, a női, férfi kapcsolatok. Könnyen lehet egyébként, hogy Réti Attila Nobel-díj nélkül is beleszeretett volna Patrick Modiglianóba, de ez a kitüntetés azután végleg eldöntötte, hogy az ön kiadója lett Magyarországon Patrick Modigliano műveinek az első számú, vagy talán kizárólagos publikációs fóruma? Ez minden könnyen egy harc, ugye? De azt gondolom, hogy négy. És hogy áll most az ütközet? Jól áll az ütközet, 4-5 Modigliano kötett el a hátunk mögött, meg mondjuk olyan potentátokkal a hátunk mögött, mint a Francia Intézet, aminek köszönjük szépen így erről a helyről is a támogatását. Azt gondolom, hogy ha mi méltóan tudjuk képviselni a francia kiadó és a szerző érdekeit a könyvekkel is, és megfelelő a példányszám, és megfelelő a gusztusos a könyv, és megfelelőek a műfordítása, akkor azt gondolom, hogy még idén további könyveket fogunk tudni kiadni. Most pontosan hol tartanak az életművek? Eddig hány könyv jelent meg? Hát 4 könyv jelent meg nálunk, ugye korábban jelentek meg már 1-2 Modigliano könyv. Hát az emlegetett Nora Bruder is, és ugye úgy tudom, hogy ez a V. Páncéli váltott, igen, nagyon régen, augusztusi vasárnapok című is már az Európában. Hát mondjuk azt, hogy tárgyalásban vagyunk további kötetekre, igen. Jó, tehát akkor munkára, harcra készen igen. állják a... Csak hát ugye az olvasóközönségnek is van egy megfelelő étvágya, tehát abból a bizonyos szarvasgombás, libamájból se lehet túl sokat enni, tehát szerintem az több évre el fog húzódni ez a dolog. Biztos nélkül is tudja, hogy sajnos szarvasgombát ritkában eszik az ember, mint paprikás krumplit, de én nagyon drukkolok Modigliano. Szerencsére az életmű elég nagy, tehát nagy az életmű, azt kell mondjam, mert egy olyan több mint 30 kötetre rúg most már, és azt hiszem, hogy ez a 30 kötet azért elég sokáig ad muníciót. És hát bízunk benne persze, hogy Modigliano úr még tovább jó egészségének örvend, és néhány ilyen gyöngyszemmel fog minket megörvendeztetni, mint ez a legutóbbi, ugye Elnet évet című kötete. És kik azok a műfordítók, akik önök mellé szegődnek ebben a misszióban? Mert hozzá kell tenni, hogy ez óriási munka, hiszen az eféle aprólékosan megformált próza áttétele más nyelvre rendkívüli tehetséget és nagyon nagy alázatot és műgondot igényel. Rőrig Esztert már említettük, és mielőtt Takács M. Józsefhez fordulok majd a következő percekben, még azért szeretném nyomatékosan egy másik hölgyműfordító nevét is megemlíteni, az előbb már futólag említettem. V. Páncél Éva magyarította az augusztusi vasárnapokat, de ez már, ahogy említettük is, egy régebbi fordítás, a 90-es évekből való, és akkoriban az Európa publikálta.
anélkül, hogy feminista hangokat pengetnék, hadd említsem meg, hogy szerintem nem véletlen, hogy két hölgy műfordító figyelt fel elsőnek Magyarországon Modiano művészetére. Talán nekik volt a legnagyobb türelmük hozzá, és érzékük hozzá. Ugyanis ez a prózavilág rendkívül különös, majd egy kicsit később szót ejtünk arról is, hogy miért tartom én monomániás írónak Patrick Modianót, de akkor az lenne az indítványom, hogy mielőtt Takácsem Józseffel egy kicsit elbeszélgetünk ennek a regénynek a világáról és Modiano prózaművészetének a sajátosságairól, hallgassunk meg egy kettcsináló részletet ebből a regényből, az új fordításból. Először magyarul, és aztán pedig a francia eredetét, mindkettőt Merán Bálint színművész előadásában. Parancsoljon az álló mikrofonhoz. Patrick Modiano, hogy el ne tévedj, részlet. Éjjel 2 óra felé megcsörrent a telefon. Daragán a kanapén aludt. Halló, Daragán úr, Chantal Grippé vagyok. Egy pillanatig havozott. Az imént még álmodott valamit, és álmában megjelent előtte Annie Astrain arca, és ez már vagy 30 éve nem történt meg vele. Elolvasta a fénymásolatokat? Igen. Bocsássa meg, hogy ilyen későn hívom, de olyan türelmetlenül várom, hogy elmondja a véleményét. Ott van? Igen. Találkoznunk kellene még mielőtt Jill visszatérne. Felugorhatnék magához? Most? Igen, most. Daragán megadta a lánynak a címet, a kapukódot és az emeletet. Nem lehet, hogy még mindig álmodik. Annie Astrain arca az imént még oly közelinek tűnt. A kocsi a volánjánál ült, a Samuel Laforey ház előtt, ő pedig ott ült mellette. A nő beszélt hozzá, de ő nem hallotta a hangját. Az íróasztalán a szétszóródott fénymásolatok. Megfeledkezett róla, hogy kékkel áthúzta valamennyit, és a pirossal bekarikázott név, Annie Astrain, rögtön megüti az ember szemét. Gilles Ottolini ezt nem láthatja meg. A piros karika esetleg nyomra vezetheti. A paksamétert lassan átlapozó és a megjelölt névre rábukkanó bármelyik zsaru azonnal megkérdezné. Miért karikázta be ezt a nevet? Egy pillantást vetett a gyertyánfára, amelynek lombja most mozdulatlan volt, és ez megnyugtatta. Ez a faj őrszem. Az egyetlen, aki vigyáz rá. Odaállt az utcára néző ablakhoz. Ebben az órában egyetlen autó sem járt erre, és az utcai lámpák feleslegesen világítottak. Meglátta a szemközti járdán közeledő Chantal Grippét, úgy tűnt a lány házszámokat fürkészi. Nejlonszatyrot tartott a kezében. Daragán eltűnődött. Vajon a lány gyalog jött-e ide a rűdös Arontól? Hallotta a kapu csapódását, aztán a lány lépteinek kopogását a lépcsőházban. Nagyon lassú lépések, mintha a látogatója habozna, hogy feljöjjön-e. Daragán a csengetést megelőzve kinyitotta az ajtót, és a lány összerezzen. Most is fekete blúzt és nadrágot viselt. Ugyanolyan félénknek tűnt, mint első találkozásokkor a Rue de l'Arcadie kávézóban. Nem akartam ilyen későn zavarni. A lány mozdulatlanul, mint egy elnézést kérve állt a küszöbön. Daragán megfogta a karját, hogy beimitálja. Különben még visszafordul, gondolta. A dolgozó szabályához szolgáló helyiségben rámutatott a kanapéra, a lány leült, és a nejlonszatyrot letette maga mellé. Akkor, hát, elolvasta? Aggodalmas hangon tette fel a kérdést. Vajon miért tulajdonít ennek ekkora jelentőséget? Elolvastam, de valóban nem tudok semmiféle segítséget nyújtani a barátjának. Nem ismerem ezeket az embereket. Még Torstelt sem. A lány egyenesen a szemébe nézett. Kezdődik újra a kihallgatás, és szünet nélkül folytatódik majd reggelig, aztán 8 óra körül csöngetnek az ajtón, befut a Lyonból visszatérő Jean Ottolini, és felváltja a lányt. Úgy van, még Torstelt sem. Miért használta ezt a nevet a könyvében, ha nem ismeri Torstelt? A lány most álságosan naív hangot ütött meg. Véletlenül választom ki a neveket, a telefonkönyvet lapozgatva. Akkor hát nem tud segíteni Gilles-nek? Daragán leült a kanapéra a lány mellé, és egészen közel hajolt hozzá. Újra meglátta az apró forradást a lány bal orcáján. Szeretné, ha segítenenek megírni a... Azt gondolta, hogy mindaz, ami ezekre a lapokra fel van jegyezve,
nagyon közelről érinti magát. Beregánnak ebben a pillanatban az az érzése támad, hogy a szerepek hirtelen felcserélődtek, és egy apróság is elég lenne ahhoz, hogy a lány annak idején egy bizonyos közegben hallott kifejezés szerint megtörjön. A lámpa fényénél észrevette a lány szeme alatt sötétlő árkokat és a keze remegését. Most sápadtabbnak tűnt, mint az imént, amikor ajtót nyitott neki. Az íróasztalán jól láthatóan hevertek a két ceruzával átkozott lapok, de a lány egyelőre nem vette észre. Én azt javaslom, hogy ne is menjen a helyére, hanem maradjon itt egy pillanatra még, jó? De azért, hogy lélegzethez jusson, közben megemlítem, hogy már ebben a részletben is elhangzottak bizonyos kulcsszavak, kulcsfogalmak, a nyomozás, a detektív munka, a notesz, amit valaki megtalál és visszahoz. Most a következő percekben ugyanennek a részletnek a francia eredeti anyanyelvi változatát fogják hallani, ugyancsak Bálint előadásában, mert azért juttassunk egy kis ajándékot legalább a fülek szempontjából azoknak is, akik francia anyanyelvűek és úgy vannak itt a vendégek között. Tessék parancsoljon, ha már kifújta magát. Verdeuseur du matin, le téléphone sonna. Il s'était endormi sur le canapé. Allô? Monsieur d'Aragon? C'est Chantal Grippé. Il eut un moment d'hésitation. Il venait de faire un rêve où lui était apparu le visage d'un yastran, et cela ne lui était pas arrivé depuis plus d'une trentaine d'années. Vous avez lu les photocopies? Oui. Pardonnez-moi de vous téléphoner si tard, mais j'étais tellement impatiente que vous me donniez votre avis. Vous m'entendez? Oui. Il faudrait que nous nous voyions avant le retour de Gilles. Est-ce que je peux passer chez vous? Maintenant? Oui, maintenant. Il lui indiqua l'adresse, le numéro de code d'étage. Était-il sorti de son rêve? Tout à l'heure, le visage d'Annie Astran lui semblait si proche. Elle se tenait au volant de sa voiture devant la maison de Saint-Leu-la-Forêt. Il était assis sur la banquette à côté d'elle et elle lui parlait, mais il n'entendait pas le son de sa voix. Sur son bureau, des photocopies en désordre. Il avait oublié qu'il les avait rayées de traits bleus. Et le nom, Annie Astran, qui sautait aux yeux à cause de son cercle rouge. Il faudrait éviter de montrer cela à Gilles Ottolini. Ce cercle rouge risquait de le mettre sur une piste. N'importe quel flic aurait posé la question s'il était tombé dessus après avoir tourné lentement les pages. Pourquoi avez-vous souligné ce nom? Il jeta un regard au charme dont le feuillage était immobile et cela le rassura. Cet arbre était une sentinelle, la seule personne qui veilla sur lui. Il se posta à la fenêtre de côté de la rue. À cette heure-là, il ne passait aucune voiture et les réverbères brillaient pour rien. Il vit Chantal Grippé qui marchait sur le trottoir d'en face et semblait regarder le numéro des immeubles. Elle tenait à la main un sac en plastique. Elle se demanda si elle avait marché de la rue de Charonne jusqu'ici. Il entendit la porte cochère se fermer brutalement et son pas dans l'escalier, un pas très lent, comme si elle hésitait à monter. Avant qu'elle sonne, il ouvrit la porte et elle sursauta. Elle était toujours vêtue d'une chemise et d'un pantalon noir. Elle lui parut aussi timide que la première fois au café de la rue de l'Arcade. Je ne voulais pas vous déranger si tard. Elle resta immobile sur le pas de la porte, l'air de s'excuser. Il lui prit le bras pour la faire entrer. Sinon, il pressentait qu'elle aurait fait demi-tour. Dans la pièce qui lui servait de bureau, il lui désigna le canapé où elle s'assit et elle déposa le sac en plastique à côté d'elle. Alors, vous avez lu? Elle lui avait posé la question d'une voix anxieuse. Pourquoi y attachait-elle tant d'importance? J'ai lu, mais je ne peux vraiment pas être d'une aide quelconque à votre ami. Je ne connais pas ces gens. Même Torstel? Elle le regardait droit dans les yeux. L'interrogatoire allait reprendre sans interruption jusqu'au matin. Puis, vers 8 heures, on sonnerait à la porte. Ce serait Gilles Ottolini de retour de Lyon qui viendrait la relayer. Puis, même Torstel. Pourquoi avoir utilisé ce nom dans un livre si vous ne le connaissiez pas?
Elle avait pris un ton faussement candide. Je choisis le nom au hasard, en consultant Annière. Alors, vous ne pouvez pas aider Gilles ? Il vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé et rapprocha son visage du sien. De nouveau, il vit la cicatrice à la pommette gauche. Il voudrait que vous l'aidiez à écrire. Il pensait que tout ce qui est inscrit sur ces feuilles vous touchait de très près. Il eut à cet instant-là le sentiment que les rois s'inversaient et qu'il suffirait de peu de choses pour la faire craquer, selon l'expression qu'il avait entendue autrefois dans un certain milieu. Sous la lumière de la lampe, il remarqua les cernes sous ses yeux et le tremblement de ses mains. Elle lui semblait plus pâle que tout à l'heure quand il lui avait ouvert la porte. Sur son bureau, les pages qu'il avait raturées au crayon bleu étaient bien visibles. Mais elle n'avait rien remarqué pour le moment. Köszönjük szépen Merán Bálint színművész úrnak az ihletett tolmácsolást. Honnan tanult meg ilyen szépen franciául? Igazából csak gimnáziumban, tehát gimnáziumi. Nekem akkor német az anyanyelvem, tehát én ezt németül szoktam át. Jó tanárai lehettek, gratulálunk önnek is és nekik is. Elbűvölően szép a francia nyelv muzsikája, még az olyan embernek is, mint a magamfajta, aki csak néhány szót beszélek, hiszen én angol szakos voltam, és valamennyire még németül tudok, de valahányszor szerencsém volt esetleg Párizsba elmenni, mindig elmentem színházba is, meg akkor is élveztem és elbűvölt, hogyha nem értettem, csak nagyon töredékesen. Most akkor végre a műfordítói lehet a szó. Takácsen Józseftől azt kérdezném elsőként, hogy volt-e már a praxisában Modiano szöveg, vagy most találkozott először ezzel a feladattal. Át is adom ezt a mikrofont, én pedig megragadom az alkalmat, hogy elragadjam az urak elől a másikat. Ez az első Modiano regény, vagy szöveg, amit fordítottam. Ilyen értelemben új volt a feladat, amúgy viszont nem, mert többnyire kortárs francia prózát fordítok, tehát azért valamennyire, mondjuk így a kezemben van ez a dolog. De más nyelvből is fordítunk, nem. Ugye? Nem? Nem, nem. Nekem úgy érvált, de lehetséges, hogy akkor ez tévedés volt részemről. Na akkor merüljünk el egy kicsit Modiano világában. Nehéz munka volt-e ezt? Megszenvedte, vagy pedig röpült a tolla a papíron? Akarom mondani, szárnyaltak az ujjai a klaviatúrán, mert én még ilyen Gutenberg galaxis ihletésében szoktam beszélni, nekem az író az általában jegyzetfüzetbe ír kézzel, mint Vörös Sándor annak idején a buszon. És azért is említettem ezt különös jelentőséggel, mert Modiano egyik alakmása valamelyik regényében a Jean, aki az írót testesíti, meg nagyon büszkén mondja, hogy ő kézírással ír a jegyzetfüzetébe, tehát így írja a regényt is. Na szóval nehéz volt, közepes volt, könnyen ment? Inkább azt mondom, hogy nehéz volt, tehát minden nagy író, Modiano is a látszólagos egyszerűség mögött azért igen, igen problémás, tehát legalábbis fordítói szempontból. Ha jól sikerült a fordítás, amit nagyon remélek, akkor az olvasó ezt nem fogja észrevenni. Ezek az egyszerű, jól megformált mondatok úgy olvastatják magukat, de hogy ezt az ember összerakja, ahhoz azért kell némi gondolkodás. Úgy gondolom, hogy Modiano úgy pontos, hogy közben homályos is, nagyon tömények a mondatok, tehát amikor magyarra fordítjuk, akkor szinte bármelyik idegen nyelvet, akkor általában a fordítás egy picivel hosszabb, mint az eredeti szöveg, mert a magyar nyelv sajátosságai nem teszik lehetővé azt a fajta tömörséget, tehát mi egy picit bőveszélűbbek vagyunk. Most ez a francia szöveg rettentően kondenzált, tehát tömény, sűrű. Reményeim szerint azért jól olvasható. Nekem, mint Modianót magyarul olvasónak az volt a benyomásom, hogy egyes sorai szinte versszerűek, annyira tömények, dúsak, sűrítettek. És most akkor megmerném pendíteni azt a véleményemet, amit az előbb már elhintettem egy megjegyzés formájában. Most, hogy néhány könyvét elolvastam erre az estre készülvén, egyre inkább úgy érzem, hogy
Patrick Modiano is a monomániás nagyíró közé tartozik, hiszen lényegében mindig ugyanarról ír, már a Dora Bruder óta, az emberi identitásnak a végzetes elvesztéséről és annak az örökös kereséséről szól szinte minden műve. Egyetért ezzel, József? Részben. És mi az, amiben nem? Hát, hogy erről szól minden műve. Nem, ennél azt gondolom, hogy több mindenről szól. De ez az egyik fontos. De ez az egyik fő motívum, abban megegyezhetünk. Ez az egyik fő motívum. Én úgy fogalmaznék, hogy Modiano gyakorlatilag, ugye itt Attila említette, hogy már több mint 30 kötetet írt, de gyakorlatilag ő egyetlen egy nagy könyvet ír egész életében. Tehát az egész Modiano életmű, az felfogható úgy, mint egy nagy történet, aminek ő újra és újra nekifut. És vannak egyrészt visszatérő szereplők, másrészt visszatérő történetek, visszatérő motívumok. Nagyon sok az alter ego, tehát különböző neveken, most éppen itt Daragannak hívják, máshol másnak hívják a narrátort, akit nagyon gyakran azonosíthatunk a szerzővel. De igazából van egy jól, azt gondolom, hogy egy jól meghatározható fogalomkör, amit újra és újra megpróbál feldolgozni. Most éppen azért, hogy pontos legyek, egy picit puskázni fogok. Saját magától nyugodtan. Hát a saját jegyzeteiből, mert azért nem ennyire egysíkú a dolog. Tehát én felírtam egy pár dolgot, hogy... Kíváncsian hallgatjuk. És a Nászut, a Voyage de Nos című regénye például egy olyan, ami ilyen leltárszerű pontossággal tartalmazza mindazt, amit én gondolok arról, hogy Modiano szokott írni. És azért ez egy tipikus Modiano regény. Egyébként a mostani is az. No, tehát ilyenekre gondolok, hogy... Az emlékezés motivuma az ugye szinte minden Modiano regényben kulcsfontosságú. A kutatás, illetve nyomozás motivuma, ráadásul nagyon ravaszul van ez megcsinálva sok regényben, hogy nem mindig a narrátor az, aki kutat, például ugye a múltat, vagy a saját identitását, vagy valaki eltűnt személynek a nyomát, hanem valamikor ezek a dolgok ilyen tükörjátékszerűen felcserélődnek. Például a mostani könyvben, ahogy állna tévegyben, van ugye Gilles Ottolini, aki nyomoz újságcikket vagy könyvet akar írni egy régi bűncselekményről, és a regény első felében azt látjuk, hogy ő az, aki nyomoz és kutatja a múltat, egy meggyilkolt nő nyomait. És így kerül kapcsolatba ugye a főhős Daragannal. A könyv második felében pedig már Daragan az, aki kutat, Ottolini kivonul a képből, és ő kezd el nyomozni, ezúttal nem a gyilkosság ügyében, hanem a saját elfeledett, szándékosan vagy öntudatlanul elfeledett gyermekkora után nyomoz. Tehát itt ilyen tükörjáték, ezt a példát csak azért említettem, mert ez is gyakorta van, hogy ugyanaz a motívum, tehát hogy a feledés, a kutatás, nyomozás, stb. Az egy menet közben vált, és egy másik szereplőre lőcsölődik át ez a feladat. Aztán, ugye hát amit említettünk már korábban, hogy a német megszállás időszaka, és akkor ezzel kapcsolatban ugye a német és a francia hatóságok által üldözött bujkáló zsidók problematikája. Az ismétlődés, ez nagyon érdekes, tehát a jelen és múltban való játék, mindig több idősíkon zajlanak a Modiano regények, és az ismétlődés és a jelen és múltnak a tükröződése, újrajátszása az egy picit olyan, ilyen biblikus, mint ahogy az Új Szövetség tükrözi és ismétli az Ószövetséget. Itt is vannak bizonyos történetek, vannak bizonyos motívumok, amelyek megismétlődnek, a múltból a jelenbe tevődnek át egy pici transzpozícióval. Nagyon fontos. Szabad még? Persze, én szerintem most átalakultunk egy ilyen kis francia szabad egyetemi szemináriummá, és nem, boldogan hallgatjuk, nem akarok hiszen húzásokba esni. Látszik, hogy nagyon jól és belülről ismeri, egészen beleásta magát. Muszáj volt, tehát ez egyrészt szeretem, másrészt meg azért azt gondolom, hogy tehát egy Nobel-díjas szerzőt fordítani azért nem lehet úgy, hogy hopp, itt egy könyv, megkapom, elolvasom, lefordítom. Meg ez a nyomozási szenvedély, ez ragályos. Ragályos, igen, tehát kellett egy kis kutatómunkát, háttérmunkát végezni, úgyhogy úgy nagyjából én is végigrágtam az életművet, meg azért egy picit ismerkedtem a szerző életével is, és pont erre akartam kitérni, hogy önéletrajzi vonatkozásokkal tele van az egész életmű. Tehát nem véletlen, hogy alter egók sokaságát látjuk a könyvekben, és a Modiano saját életével is ugyanazt játssza el, mint a szereplőinek az életével, hogy
Ugye neki csak egy élete van és egy élettörténete, de ezt legalább 8 vagy 10 féle verzióban megírja. Tehát azok a bizonyos alter egók, akiket ő a könyveiben előhoz, más és más életet élnek meg, nem mindig gyökeresen más, de azért jelentős különbségekkel. Tehát Modiának 8 féle gyermekkora van, 8 féle ifjúkora, és így tovább. Tehát ez az önéletrajzi elemekkel való játszadozás, ezt én szintén nagyon fontosnak tartom. Listamánia, ezt írtam fel magamnak. Ez meg a múlt megőrzésének, illetve rekonstruálásának szándékából következik Modianónál, tehát ahogy az ő gyerekkora, ifjúsága, hát az egész élete ugye már a múltban van, és eltűnt, mert az emlékezés az bizonytalan és nagyon nehéz. Ugyanúgy az a közeg is eltűnt, az a régi Párizs, az a valaha volt Párizs, aminek Modiano tényleg mondhatjuk egy ilyen mániákus kutatója és megmentője, és ezért van az, hogy nála a topográfiának és a különböző helyszíneknek és a helyszíneken lévő tárgyaknak, épületeknek, stb. Rettentő nagy jelentősége van, gyakran szimbolikus jelentősége is, olyan finom utalások vannak, amit sajnos a magyar olvasók vélhetően kevésbé tudnak értékelni, nem mindig, mint a franciák. Nem mindig fognak érteni, de mondok egy példát, tehát hogyha nálunk valaki azt mondja, hogy Andrássy út 60, akkor azért sokan tudják, hogy a Hajdan mi volt az Andrássy út 60-ban, és ez hogy kapcsolódik a II. Világháborúhoz, aztán meg persze később az 50-es évekhez, ugye jelesül Nyilasház, és aztán meg az AVH központ. Na most ugyanígy Modiano bedob egy párizsi címet, amiről a franciák azonnal tudják, hogy ja persze, hát a francia gestapo, ugye már a gestaponak volt egy francia részlege, az a francia gestapo székhelye volt, és akkor az már is más dimenziót ad annak az egyszerű címnek, amit mi esetleg nem tudunk hova tenni. Na, tehát a listákról akartam beszélni még gyorsan. Jó. Gyorsan, tényleg. Hogy ezeket az eltűnt dolgokat Modiano szereplői, általában a narrátor, a regények valamely pontján így elkezdi felsorolni, rekonstruálni, és akkor van olyan szereplő, aki például fotós, és ő a Márn melletti Hajdan volt. Folyóparti strandokat, ezt olvastam. Igen. Folyóparti strandokat fotózza, és akkor elősorolja Modiano, hogy hol is voltak ezek a strandok, és mik voltak a jellegzetességeik. Egy másik regényben, egy másik szereplő, a mai párizsi körgyűrű környékén, Hajdan, ugye műhelyek voltak, autószerelő üzemek, stb. A Hajdan volt és már rég megszűnt autószerelő műhelyek neveit sorolja föl és szedi listába. És még lehetne sorolni a példákat, hogy ez hogy néz ki. Tehát van egy ilyen, a múltnak egy ilyen dokumentarista pontossággal való rekonstrukciója, ami már eltűnt, ami Párizsban már nem létezik, azt Modiano így megmutatja nekünk. És már meg csak, is őrzi egyben ezzel. És meg is őrzi, igen. És már csak egy dolog, ha még bírják türelemmel. Mi az? Az örök hiányérzet, ami még nagyon jellemző Modianóra. Tehát ugye azzal kezdtem, hogy Modiano egyetlen egy nagy könyvet ír egész életében, és ez a 30 regény, ez mind annak az egy nagy könyvnek a része. De nehogy azt higgyük, hogy bármikor is választ kaphatunk a kérdéseinkre. És valószínű, hogyha még ír még 10 regényt, akkor sem fogunk választani. Egyre bizonytalanabbak leszünk, igen, és szinte minden Modiano regény végén fájó hiányérzet marad bennünk, mert ott vannak azok a kérdések, amelyekre nincs válasz, vagy legalábbis nincs egyértelmű válasz. Van olyan, amikor akár van válasz, de kettő, egyenértékű, és akkor döntsük el, hogy melyiket hisszük el, vagy melyiket tekintjük szimpatikusabbnak. Máskor pedig egyáltalán nincs válasz, mert Modiano már rég témát váltott, és ott hagy minket a teljes bizonytalanságban. És ez mellesleg ez egy jó marketing trükk, tehát egyrészt az, hogy ugye egy nagy könyvet ír egész életében, és a egy adott regény megértéséhez, úgy mondom inkább, hogy teljes megértéséhez szükséges elolvasni még legalább 8 másikat. Tehát ezzel azért az eladásokat meg tudja növelni a szerző, most egy picit ironizálok, nyilván nem ez a szándéka, de ez benne van, mert aki kíváncsi, az nyilván megvesz még néhány Modianót, hogy hát ha akkor jobban képbe kerül. De az, hogy minden egyes kötet végén ott van az a fájó hiányérzet, ami egyrészt ezeknek a megválaszolatlan kérdéseknek köszönhető, másrészt pedig nem csak hiányérzet, hanem egy bizonyos fájdalom is, mert azok a történetek, amiket Modiano elmesél, azok mondjuk így, hogy gyönyörűségesen fájdalmasak. Elnézést, hogy ilyen hosszú volt. Boldogan hallgattuk, és még folytathatja is akár, hiszen van egy kis időn, de pihenjen valamennyit, az alatt beszélnék én, hogyha megengedik.
Örülök, hogy ezt a kis székfoglalóját az emlékezés kulcsszóval kezdte, hiszen a Svéd Királyi Akadémia indoklásában is ez volt a legfontosabb szó, hogy az emlékezés művészének tartják Patrick Modianót. Ezt az életművet valóban áthatja az emlékezés, és ebben több nagy francia író is az elődje volt, de hát jelesül Proustot szeretném most itt emlékezetükbe idézni, aki a nagy regény sorozatának azt a címet adta, hogy az eltűnt idő nyomában, à la recherche du temps perdu, tehát, hogy az vagyunk, ami a múltunkból eszünkbe jut, amit összetudunk kaparni. Ezek a hősök noteszokat, naplókat, dobozokat őriznek, azért jegyzetelnek folyton, és azért kutakodnak a múltjukban, szedegetik és rakosgatják össze az emlékezetükben az emléktöredékeket, hogy valahogyan újra felépítsék a széthullott önmagukat. Hogy ez lehetséges-e, az kétséges, ezért a fájdalom és a hiányérzet a regények végén, de én most mindannyiuktól kérdezem, akár nem csak József válaszolhat rá, hogyha valaki úgy érzi, hogy tudna valami magyarázatot, hogy akkor nem teljesen reménytelenek mégsem ezek a könyvek? Mondjuk az egy elég halovány remény, hogy a kis bizsuban a regény végén egy öngyilkossági kísérlet után érzi úgy a hősnő, hogy talán most elkezdődik egy új élet. Ennél többet, mást tud mondani ez az író, vagy pedig éppen a könyörtelen igazmondása teszi számunkra is rokonszenvessé az alakját, hiszen semmiféle illúzióval nem kecsegteti az olvasóját. Ki jó hagyta ehhez hozzászólni, uraim? Szóval azt gondolom, hogy nekem sem az első Modianóról már jött meg ez a szabályfekszó sorozat. Nem szól. Még az is jó volt. Köszönöm. Szóval én nekem sem az első Modianónál jött meg az az érzés, hogy igen, ez egy katartikus szerző, vagy katartikus a mű, mert ugye én mint ugye könyvekkel foglalkozó ember, én azt vallom, hogy egy bármilyen művészeti alkotás, mint egy könyv is, katarzis is kell, hogy okozzon. Most, hogy ezt hol fogjuk megkapni, azért ez a nagy titok. Tehát megkapjuk-e a szavak szép formálásában, a szép szövegben, vagy a történet nagyszerűségében, emberi mélységében, a lelki síkon üt minket szíven valami, vagy a sztori végkifejlete döbbent meg minket, vagy sírunk rajta, vagy nevetünk, tehát ez teljesen mindenki tragédia, vagy komédia. Egy nem egy, katarzist okozzon. És nekem Modiano egy ilyen, ugye egy nagyon magas ember, tehát mint egy ilyen küklopsz érzetem van, hogy jön ez a nagy, magas ember, és meg fog lepni valahol egyszer a sorok között, és nem tudom hol, és ugye rengeteg köd van aki a sorokban, meg a könyvekben, meg köd és eső, és letargikusabb képek, és egyszer csak valahol a mélyből, a sötétből elém ugrik valami, és akkor jön a katarzis. Tehát ez a Modiano nekem ezt jelentette, itt a legutolsó könyvében, és akár az utolsó sorokban, hogy Úram Isten, hogy hol kötnek ki, ezt nem árulom el, hogy hol köt ki a főhősünk és a főhősnő, hol köt ki a francia mediterránum, melyik pontján köt ki, és miért pont ott köt ki, és ott hagy minket leesve, ugye a szerző aztán, hogy kezdjünk ezzel az információval valamit. Tehát én, nekem ez a szerző egy nagy meglepetés, és nagyon várom, hogy további, tehát kicsit önző módon nem csak azért várom a további köteteket, hogy mint Tarandusz kiadó előbbre menjünk a modern életművel, azért is várom, hogy én magam is élvezhessem ezt a remek írót. Mindjárt átadom Józsefnek a mikrofon, de hadd mondjak én is a két úr között egy mondatot. Tulajdonképpen én úgy fogalmaztam meg a magam számára, hogy szerfelett nagy bizonyossággal tudja ez az író megírni a teljes bizonytalanságot. És ez valóban a nagyművészeknek a sajátja olykor,
amit Attila mesélt most, és már József is az előbb egy kicsit előrevetítette ezt, nekem valahogy a francia nouveau románnal, az új regénnyel rokonítja ezt a stílust és látásmódot. Számtalanszor olvasás közben eszembe jutottak Alain René filmjei, vagy Alain Rogrié könyvei. Meg az azokban is ez a homály, ez a bizonytalanság, az ismétlődés, valakit ötször elüt egy autó, de mégis életben marad, máskor éppen ellenkezőleg hiába keresi az író a szerelmét, mert a nők rendszeresen, menetrendszerűen eltűnnek ezekben a könyvekben, nem tudjuk, hogy hová. És most adom akkor tovább a mikrofont Józsefnek. Azt szerettem volna még hozzátenni ahhoz, amit Attila mondott, hogy a katarzis, illetve a könyvek befejezése kapcsán, hogy valóban nem is mindig a könyv végén következik be az a mágikus pillanat, amikor úgy hirtelen megnyílik előttünk a könyv, és valami nagyon, nagyon erős érzelmi hatása van. De a befejezéseknél azért én óvatosabban fogalmaznék a tekintetben, hogy ez a teljes kilátástalanság és a könyörtelen őszintesség, mert ez most azt sugallja, hogy mindig és törvényszerűen egy ilyen anti-happy end, tehát egy ilyen tragikus vég vár ránk a Modiano regények végén. Ez azért nem így van. Gyakori az ilyen szerencsétlen végkifejlet, és legalább ilyen gyakori az is, hogy elindul valami felé a fős, ami elsülhet jól is és rosszul is, és akkor itt megszakad a dolog. És akkor el lehet dönteni, hogy vajon az a találkozás, ami felé elindult a hős, az majd hogy sikerül, vagy az az útirány, ami felé elindult, az a helyes út-e. Tehát nem mindig egy teljesen egyértelmű, így az arcunkba vágott dráma a végkifejlet, csak ennyit akartam hozzátenni. Vitatkoznék kicsit, el lehet ugyan dönteni, de nem érdemes, mert maga az író sem dönti el. Tehát éppen ebben van ennek a titka, hogy amit mondtam, hogy nagy bizonyossággal tudja megírni a teljes bizonytalanságot. Kiírtam magamnak én is egy-két mondatot, pontos szavakat keresek ebben a nagy homályban, mondja Jean, az író az éjfű elején. Tulajdonképpen minden valamire való író erre törekszik, amióta világ a világ. De éppen a 20. században valamikor végleg bizonytalanná vált ennek a mindent tudó történetmondónak az alaphelyzete, és hát például Ottlieb Géza is ezért ír az elbeszélés nehézségeiről az iskola határonban, tehát egyre bizonytalanabbak leszünk abban, hogy jól látjuk-e, jól emlékszünk-e. Minden választásunk két, vagy talán még több esélyes is, mert ugye, ahogy mondta, sülhet el jól is a dolog, meg sülhet el rosszul is. Ezek a könyvek egy dologról szólnak, és ettől akár még lehetnének unalmasak is, de nem azok, mert fantasztikus feszültséget ad nekik ez az oknyomozói munka. Ez, amikor valaki a saját múltjából visszatérő emlékképek nyomán elindul, és valahogy ki akarja magáról deríteni az igazságot, ami hát vagy sikerül, vagy nem, vagy valamennyire sikerül. Valóságos nyomozók is szerepelnek ebben a művekben, akik információkat adnak át a regényírónak. Ennek például mi lehet a jelentősége, mert ez nagyon gyakori a könyvekben. Nagy bátran átvettem a mikrofont, mintha tudnám a választ, de ha nem is pont erre fogok válaszolni, de ezzel kapcsolatosan mondok valamit. A nyomozók. Az előbb említettem, hogy van a Modiano életműnek ugye ez a vonulata, hogy megőrizni ezt a múltat, meg ilyesmi. Gyakori az is, hogy a regény szereplői mögött valós létező történelmi szereplők sejlenek fel. Az egyik regényében, ami egy különlegesen izgalmas történet, egy párizsi fiatalember a megszállás éveiben, egyszerre lesz tagja egy titkos ellenálló csoportnak, és besúgója lesz ugyanakkor a francia gestapónak is. És az ellenállók azzal a feladattal bízzák meg őt, hogy épüljön be a gestapóba, a gestapó pedig azzal a feladattal bízza meg, hogy épüljön be és buktassa le az ellenállókat. És itt a gestapós tisztek, azok jól felismerhetően, tehát azonosíthatóan megvannak, mindkettő, tehát itt a regényben ketten szerepelnek, mindkettőt 44-ben, mint háborús bűnöst ki is végezték a franciák.
Tehát, hogy ezek a nyomozók, akik szerepelnek a könyvekben rendre, én azt gondolom, hogy ők képviselik azt a szilárd bázist, ami nélkül már túlságosan lebegős, túlságosan bizonytalan lenne az egész. Ugye, mert ugye beszéltünk erről, hogy az emlékezés mint egyik központi motívum, és a Modianónál az emlékezés az mindig nagyon-nagyon bizonytalan. Tehát ezt az emlékezést, aki nem ismeri, most azok kedvéért mondom, ez az emlékezés nem úgy kell elképzelni, hogy előveszi a főhős azt a bizonyos kis ládikát, amiben a képeslapok, meg levelek, meg különböző tárgyak vannak, és akkor elkezdi azok alapján, itt fölidéződnek az emlék, és elkezdi mondani, és akkor minden tiszta. Szó sincs erről. Inkább arról van szó, hogy minden megkérdőjeleződik, még a tárgyi valóság is, az a bizonyos képeslap le, hogy nem is létezik, szóval egészen idáig. Az emlékek meg annyira pontatlanok, hogy amikor találkozik a főhős például valakivel, aki szemtanúja volt, társa volt annak az általa megért mondjuk gyerekkornak, és beszélgetnek, és akkor az illető, például ez most a legfrissebb könyvben is benne van, az illető így kategorikusan kijelenti, hogy nem, hát mi soha nem sétáltunk együtt az erdőben. Nem, dehogy én nem vittelek téged étterembe. Nem, az internátust nem látogattuk meg közösen, pedig erről a főhősnek határozott és konkrét emlékei vannak. Na tehát vissza ezekre a nyomozókra, és akkor a rövid válasz, hogy ők az a támpont, mert ott viszont vannak hivatalos dokumentumok, nyomozási jegyzőkönyvek, ez az amaz. Na azok a valós pontok, mint ahogy a topográfiai jelzések is a valós pontok. Ez az a szilárd váz, ami köré jön ez a hatalmas, az emlékezés bizonytalanságából fakadó homály. Most ezen az egy mikrofonon osztozom ki, tudod, hármat is készítettek nekünk, mert valami rejtélyes okból, ez is homályos, hogy miért, a középső nem működik igazán. Még egy idézetet szeretnék felolvasni, mert kedvet kaptam Józseftől. A vasárnapok, különösen a magányos késő délutánok rést hasítanak az időbe. Egyszerűen bele kell lépni. Vagy egy másik, visszaléptem a múltba, szertefosztott a jelen, az egyforma hétköznapok komor fénye, amelyben már az öregség derengett, és amely holtom után ugyanígy homálylik majd tovább. Bevallom önöknek, hogy én az egész éjfű példányomat telehajtogattam szamárfülekkel, mert annyira elvarázsoltak ezek a mondatok, hogy többször vissza akartam térni hozzájuk, hogy újból olvashassam őket. Ezek, amikre azt mondtam, hogy olyan versszerűek, annyira tömények és dúsak. Gondolom, hogy ez az új regény, ahogy El ne tévedj című is tele van ilyenekkel. Lassan az órámra nézve megállapítom, hogy az időnk le fog járni. Még sort szeretnénk keríteni egy érdekességre, ami arra is rávilágít, hogy az irodalom tulajdonképpen minden mindennel összefügg. És ennek még nyelvi korlátai sincsenek. A Kis Bizsuban van egy furcsa szereplő, bár melyik szereplő nem furcsa Modianónál. Szóval őt úgy hívják, hogy Moró Badmajev. Ez a francia orosz nevű figura azt mondja magáról, hogy neki nincs is keresztneve, és azzal keresi a kenyerét, hogy külföldi rádióadásokat hallgat jelenként, amiket gyorsigással pontosan jegyzetel. Hogy kiknek és mi célból végzi ezt a rejtélyes munkát, az nem derül ki, de egyszer József Attila Mama című versét hozza az éter hullámain a véletlen elé, és ez így hangzik el, egy az egyben így szerepel a regényben, ezt gyönyörűnek találtuk mindnyájan. Hogyan és miért éppen ez, arra sincs magyarázat a könyvben, de nekünk magyaroknak azt hiszem, hogy különösen szívmelengető lehet ez a részlet. És József Attilának és a Modiano családnak van még egy kapcsolata. Nem találnák el, hogy mi, úgyhogy ezt is röviden felvezetem, aztán ismét megkérem majd a színművész vendégünket, mert rám várintott, hogy olvasson fel valamit. Mi és Gyula és József Attila egyszer egy kis költői versenyt végeztek, tartottak, akivel szonetjátékot űztek egymással, az apropót pedig egy művészi plakát adta, ami akkortájt került az utcákra. Modiano egyik felmenőjének ugyanis játékkártya és cigarettapapír gyára volt Triestben, amely nagy cég egy leányvállalatot alapított Budapesten. Ezt reklámozták akkoriban. A József Attila kötetekben lehet ellenőrizni, szerepel is ez a szonetjáték. Megadták egymásnak így és Gyulával a rímeket, meg kezdőszavakat, egyebeket. Ebből a négy darabból az egyiket hallgathatják most meg Merán Bálint előadásában. József Attila
egy Modiano cigarettapapír elszakadt. Ó, hol vagyon a régi kelta már, aki a fánál, mely vadul kerep lett, a hősi korban egykoron szerep lett, s amely fából egy megveszett tanár papírost gyártott, ó, a vad szamár. Címed, öcsém, hogy engem meglepet, nem tagadom, de múzsám még a leplet letépi, mert ó, tudd meg, hogy ma szár, s virágtalan szál füstöm. Ó, de vádsz, dutyja, őrzetestedet, sokác dalok ringassák füst helyett a kósza gondokat el. Milyen alakiság! Cigarettámnak füstje szép kis ág, lombjai közt egy halovány kabóca. Köszönjük szépen, ezzel a játékos verssel nagyjából véget is ér a mai könyv bemutató. Egyébként az, hogy a Mama című József Attila vers éppen magyarul hangzik föl egy titokzatos rádióadásban ennek a regénynek alapjain, az azért attól is lehet, hogy Patrick Modiano anyai részről részben magyar származású. És ezzel a párhuzamok mára lezárulnak, de Takácsem József szeretné a végszót kimondani. Nem is annyira végszóról van szó, hanem itt a beszélgetés elején sorra megemlékeztünk mindazokról, akik a korábbi könyveket készítették, fordították. Én pedig most szeretném megragadni az alkalmat, hogy a jelenlevő Detre Zsuzsát köszöntsem és megköszönjem neki a könyv szerkesztésében végzett fantasztikus munkáját. Mi évek óta, most nem is tudom, már legalább évtizede együtt dolgozunk, az én fordításaimat rendre ő szerkeszti, és az, hogy a könyv olyan lett, amilyen, az nagyon nagy részben köszönhető neki is. És Zsuzsa, köszönöm! Mindjárt nagyon köszönjük! És hogyha már egy lelkes és szakavatott könyvszerkesztőt itt név szerint is megemlítettük, akkor én meg Molnár Eszter nevét szeretném még hozzátenni, aki számos más Modiano kötetnek a szerkesztője, és ennek a bemutató estnek is a szerkesztője. Az ő nevében is tehát mindannyiuknak kellemes olvasást, jó időtöltést kívánok a 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Vendégünk volt a mai könyvbemutatón Hervé Ferrázs, a Budapesti Francia Intézet igazgatója, Réti Attila, a Tarandusz kiadó vezetője, Takácsen József műfordító, a könyvfesztiválra megjelent legújabb Modiano könyv magyarítója, valamint Merán Bálint színművész és Fáber András tolmács. Hogy el ne tévedj, nem vagyok ennyire udvariatlan, hogy tegezzem a közönség minden egyes tagját, de még egyszer figyelmükbe akartam idézni a könyv címét, meg lehet venni. Viszontlátásra köszönjük a megtisztelő figyelmet!